A bicskei kézilabdának nagy hagyománya van. Ádám László indította el ezt a sportágat városunkban. Elég magas, MB2-es színvonalra emelték, de sajnos nem volt utánpótlásuk, és egyéb problémák is felmerültek, így ebben a formában nem tudták folytatni. Azóta megpróbálták újjáéleszteni a kézilabdát, jelenleg a szakmai munkát a jelentős játékmúlttal rendelkező Ivics Miklós és Kuzma Norbert edzők irányítják. A bicskei kézilabdának elég régi hagyománya van. Éppen a napokban hunyt el az az illető, aki a bicskei kézilabdát elindította a városban, de őt Ádám Lászlónak hívják, úgy sajnos nemrég temettük el. Ugye ő indította el Bicskének kézilabdát, aztán elég magas színvonal, az MB2-es színvonalra felvitték, csak hát az utánpótlás az akkor nem nagyon működött még. Abba is maradt, voltak problémák, aztán újraélesztettük. Én most jelen pillanatban 5 éve foglalkozom a gyerekek utánpótlásával. Azt mondják, hogy én indítottam el, de Isten igazából én csak egy olyan köztes kapocs voltam, hogy felkértek, hogy foglalkozzam a gyerekekkel, és mivel a fiatalabbak, tehát a kisebbek, kisebb korosztály nem nagyon akart becsatlakozni, ezért elindítottam egy ilyen kampányt az általános iskolákba, hogy jöjjenek minél többen, és hát most jelen pillanatban ott tartunk, hogy ilyen 60 gyerekkel tudunk foglalkozni, 2 edző segítségével, és próbálunk fent maradni. A Bicskei Torna Klub Egyesület felnőtt férfi és női, serdülő leány, valamint gyermek, fiú és leány kézilabda csapatokat működtet. Fő céljuk, hogy újra magas szintre emeljék Bicskén a kézilabdát, idén mindenképpen szeretnének feljebb jutni a tabellán. Most jelen pillanatban van egy lány serdülő csapatunk, van lányokból még egy U12-es és egy U10-es korosztályunk, és fiúból is van egy U12-es korosztályunk. Mindenféleképpen tovább szeretnénk lépni, ugye azért is kezdtük el, meg rövidesen elkezdik építeni Bicskén a sportcsarnokot, tehát nem véletlenül próbálunk minél nagyobb létszámban működni, tehát az a cél, hogy minél tovább menjünk, tehát azokkal a gyerekekkel, akik most jelen pillanatban serdülő korosztályban vannak, azokkal minél tovább szeretnénk foglalkozni, és hogyha itt maradnak a városban, hát reményeink szerint, akkor menni velük tovább, és akár magasabb osztályba is fel tudjuk őket vinni. Bicskén folyamatban van az új sportcsarnok építése, ezért az edzéseket a Szári sportcsarnokban és az Alcsútdobozi sportcsarnokban tartják. Az edzéseink jelen pillanatban, mivel ugye mondtam, nemrég fogják a sportcsarnokot építeni majd Bicskén, tehát most jelen pillanatban itt Száron tudjuk megoldani 2 korosztálynak az edzését. Ugye a harmadik korosztályunk az most jelen pillanatban otthoni edzésprogramot kap, mert ők az Alcsúti sportcsarnokban edzettek eddig, csak ugye miután bejött ez a vírushelyzet, annyira lezárták a sportcsarnokot, hogy tehát nincs lehetőségünk oda bemenni, és az a létszám, akik ott vannak, ők inkább ilyen Alcsúti és Tabajdról járó gyerekek, ezért ide nem tudjuk elhozni őket. Az elmúlt egy év nehéz volt a csapatnak a vírus miatt, nem csak a bajnokságok, hanem az edzések is elmaradtak. Főleg a márciusi, tehát ami márciusban kezdődött, ott teljesen leállítottak mindent, ami azt jelentette, hogy március 14-től teljesen megállt a sportélet. A gyerekek csak otthon online edzésen tudtak részt venni, vagy otthon tudtak felkészülni. Amikor már volt arra lehetőség, hogy kinti edzéseket el tudjunk kezdeni, az időjárás is azért ebben segített bennünket, akkor Bicskén van egy rekordtán pálya, ahol tudtunk készülni egy kicsit, és tehát azért ez meg is látszott, hogy a gyerekek úgymond szabadjára lettek engedve, és nem felügyelet mellett tartották azokat a feladatokat, azokat a gyakorlatokat, amiket mi kiasztottunk nekik. Most egyébként mennyire vannak felkészülve? Hát most
Ez is megint sajnos megint a vírusra egy kicsit visszavezethető, mert ugye novemberben is ismételten eljött egy olyan időszak, amikor mérkőzéseket kellett nekünk is visszamondanunk, mert itt a Szári sportcsarnokban nem tudtunk mérkőzéseket rendezni, ezért a hazai mérkőzéseinket azokat teljesen le kellett állítani. Úgyhogy három elmaradt mérkőzésünk van nekünk, tehát a serdülő csapatnak. Az U12-es korosztálynak is több mérkőzést, ilyen mérkőzést, tornát, mert ugye ők ilyen tornarendszerben vannak, azokat is vissza kellett mondani. Hát most úgy néz ki, hogy talán tavasszal vissza tudunk állni. Most jelen pillanatban úgy látjuk, hogy vissza tudunk állni, és ismételten el tudjuk kezdeni a bajnokságokat. Ha minden igaz, akkor február 7-én van a serdülő csapatnak az első mérkőzése, a kicsiknek pedig február 13-a környékén, tehát azon a hétvégén fogják elkezdeni ők is a bajnokságot. Tavasszal, ha minden jól megy, vissza tudnak állni és el tudják kezdeni a bajnokságot. Addig is a két edző folyamatosan várja az új felnőtt és utánpótlás játékosok jelentkezését az edzések helyszínén és időpontjában.